Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ez a hozzá egy verset, Herimportrél magazin, rutai Gábor költőmata vagyok. Ez a műsor péntek este 9-10-ig a rádiókafén hallható vágott verzióban, 10 pedig már vágatlanul a YouTube-on és a Spotify-on élvezhető. Ma is természetesen egy vendég és egy vers lesz a porondon, és aztán majd meglátjuk, hogy ebből a beszélgetésből mi fog kisülni. Ez mindig utólag derül csak ki. Mai vendégem egy igazi eh, popsztrár. Ójjaj. Oh, Ójjaj. Krisztián, oh, hello. Szia, sziasztok. Nem hívtak még popstárnak? De emlegetik, mert mondanak csúnyabbakat is, úgyhogy tulajdonképpen ennél már ez, 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 ez ezzel én kibékülök a popstarban, nincs semmi pejoratív. Egy irodalmi popstar, akkor mondjuk így. Azért csak egy népszerű alkotó vagy, én szerintem... Egyébként, rá, ha, már így, így pontosan a héten írtam az életési irodomban egy dolgozatot arról, a Konzsuzsa új dala ürügyén, hogy milyen érdekes, hogy a magyar kultúrában a rendszerváltás óta ez a 30 év nem volt elég, hogy a, a popkultúra az a kultúra része lehessen. Tehát, hogy úgy gondoljunk a popkultúrára, és itt nem csak a könnyű zenére gondolok, hanem annak a, a popkultúrá teljes egészére, hogy, hogy az integráns része a kultúrának, és nagyon sok mindent befolyásol, átír, átgondol, és, és mondjuk nincs hierarchikus rend a komolynak mondott és a könnyűnek mondott zene között. Ezek mind zenék, és érdekes, hogy most indult egy kampány, láttam a, kö, a komoly zene oldalról, hogy nincs olyan, hogy komoly zene, hanem zene van. Hát a, az, a, a zene, és akkor i ilyen alapon egyébként, és akkor ez elindulhat vers és próza irányában is, hogy jóval integránsabban gondolkodnak tőlünk nyugatabbra, Például a lectűr, meg a, a meg a, a egyéb zsáner műfajokról is, mert hogy tudható az, hogy egy bitangjó krimit írni, azt nem tud akárki. Hát az Nagy Meló. Tehát az nagy Meló és az egy picit se, e, tehát hogyha olyan könnyű lenne, akkor miért nem írnak itt? Tehát miért nem megy ez olyan nagyon jól? Tehát, hogy az egy picit se megalázóbb, vagy valamilyen módon e, le, lekezeltebb műfaj nálunk szerencsésebb helyeken, csak mondom, ha már így felvetődött ez a pop. Nem, így. Ez, nagyon, ez nagyon jó téma. E, kezdhetjük akár ezzel is, hogy azért valószínűleg sokan dolgoztak azért, hogy ez ne legyen így. Tehát a, a popkultúrában uh, rengeteg a trash, és valószínűleg ezért nehéz ezt uh, összemörgyölni uh, uh, egy nagy egészé. Az, azt kell megnézni kulturális szempontból, vagy kultúrtörténeti szempontból, hogy mondjuk a kortársak hogyan, mikor operett nagyhatalom voltunk, Eh, akkor a kortársok hogyan kezelték az operett szerepét, vagy a kuplé szerepét, vagy a sanzon szerepét, ne Isten a cigányzene szerepét. A cigányzenét a vendéglátós cigányzenére gondolok, tehát nem, a, hanem az autentikus mm -hmm. népzenére. A nóta szerepét. Ugye ezek, ezekért nagyon duha emberek mertek rajongani, tehát azt mondani, hogy, hogy Krúdi meg Adi mertek lelkesedni egy cigány zenészért, Enne bennük volt a virtus, de nem vagyok benne biztos, hogy ez minden tekintetben így volt, és akkor mondjuk, ha azt, mond, ha azt nézzük, hogy Lehár, mint világsztár, vagy Molnár Ferenc, mint világsztár, a maguk, ugye, ő maguk szerepében mind a, mind a, kettőjük olyan mértékű világsztárok voltak, amit most nagyjából elképzelni se tudunk. Tehát mondjuk a fiatal Molnárnak három darabja ment a broadway -en. Aha. Három, egyszerre, érted? Aha, aha. Tehát ez nagyjából fölfoghatatlan <laughs> Igen. mai Igen. fejjel. A, 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 ezt megnézni, ez nyilván nálam jóval okosabb. Ennek már van egy kis szociológiai tartalma is, kultúrtörténeti tartalma, zenetörténet, irodalomtörténet. Ráadásul ezek általában nagyon szegregált dolgok, tehát nagyon ritkán érintkeznek. Ez most is így van, tehát hogy a a, a nem nagyon tudunk egymásról, vagy nem nagyon figyelünk egymásra. Uh -huh. Fiatal képzőművészek elvégezhetik úgy bőven, nyugodtan a, a, a momét, hogy nem találkoztak kortás irodalommal, nem találkoztak kortás zenével, nem kell nekik azzal szembesülni, hogy velük párhuzamosan a magyar kultúrában mi folyik. És ezt most csak találomra mondtam, mert valószínűleg a Zeneakadémián is sajnos ez a helyzet. Íróknak meg nincs is akadémia, tehát végül is kiukadtunk a legnehezebb részt. Persze, mert írni mindenki tud, nem? Ja, persze. <laughs> azt... Tud, is egyébként? <laughs> hát egyébként. Egyébként tud, csak mi lesz a végén. Jó, ilyen szempontból lehet érdekes ez a vers, amit ma hoztál. Szoktam így az elején hosszasabban csevegni, csak most ez annyira kötődik ide, hogy lehet, hogy már most rögtön ide bedobnám. Az írni mindenki tud. És aztán, hogy milyen lesz a végeredmény. Mert hogy átküldted ezt a verset nekem, és nem mondok még semmit, hanem előtte mondd már el, légy szíves. Majdnem belefogtam, de olvasom fel. Túri Tíme a verse az Egyszerre Egybeszéljen című vadonatúj kötetből. Ez a kötet 2023-ban jelent meg, tehát idei kötet, is a Pré kiadó adta ki, ha valaki szeretne utána nézni. És a Méreghinta, ugye, hát egy szójátékkal indultunk, tehát maga a cím, Méreghinta. Taníts meg köpni, mint a férfiak. Taníts meg nyelni, mint a nők. Ha az előadás elmarad, elviselni a plusz időt. Tanítsd meg, mi a magány, tanítsd, hogy milyen köztetek. Mutassátok, hogyan söpörjek, ha mindent összetörtetek. Te nem tudsz semmit, és én sem fogok neked mondani semmit mégsem. Honnan van merszed, hogyan gondolod, hogy nem sűr rá a bőr a képre? Mint állandó tömegű űrszemét, úgy kering közöttünk a méreg. Ha neked könnyebb, nekem nehezebb, és mégis remélsz és remélek. Ha nekem könnyebb, neked nehezebb. Azt hiszed, hogy átlátsz rajtam. Hogy átlátok rajtad, én úgy hiszem. Pedig minden röngenkép egy fal. Amikor kinyitsz egy ablakot, én mindig bezárok egy ajtót. Majd írhatunk egymásnak levelet. Majd találkozhatunk a parton. Tanuld meg a gyorsan, hogy minden elviselhető. Tanulj meg esni, mint a férfiak. Tanulj meg kelni, mint a nők. Köszi, tehát úri, volt ez a vers, és őt még nem idéztük ebben a műsorban, ököltő, író, újságíró. Három, három kötete van, ez a negyedik, és egy fontos dolgot a magvetőkönyvkiadó kiadó főszerkesztője. főszerkesztője. Igen, igen. Tehát most visszakanyarodva oda, ahol a vers előtt elkezdtem a mondandót, de félbeszakítottam saját magam ügyetlenül, hogy, hogy de többször neki futottam ennek a versnek, hogy azt várva, hogy ez majd nekem biztosan kellene, hogy tessen, és nem sikerült. És nem szoktunk itt verset elemezni ebben a műsorban, mert nem erről szólt, hanem beszélgetésről szól. De itt ül velem szembe Krisztián, aki ért a versekhez, és akkor én most egy picit szeretnék belelátni a te fejedbe, hogy amikor. Rengeteg verssel találkozol, sőt, sokszor versek fölött rendelkezel, hogy most mi legyen publikálva, mi ne, hogy, hogy a Grecsó Krisztiánnak a fejében mi történik ilyenkor? A, nagyon, nagyon örvendve hallom azt, hogy egy, és bátran mondod, hogy neki futottál, és nem, nem tetszett, és nem találtál, nem találtál, oda a kapcsot. Ugyanis ez a bátorság minden, minden versolvasás alapja. Tehát én szerintem, sőt minden olvasás alapja, mm. hogy merjünk hinni magunkban, és merjük azt mondani, hogy ez egy kommunikáció, amely kommunikációban nem biztos, hogy én rendelkezésre tudok állni, mert nem nyílnak ki azok a csakráim, azok a kapuim, amelyeket ez a szöveg meg akar szólítani. Vagy pedig uh, egyszerűen csak rosszkor találkoztunk. Uh -huh. A rossz találkozások végtelen tömege a középiskolában kezdődik. Uh, ott ugye 14 éves korban Sofoklisszal kellene találkozni, és hát még nem találkoztam élő emberrel, akinek kinyíltak volna bármiféle kapuja a lelkében. Én az egyetem után újra kipróbáltam. szofoklész elképesztően nagy drámaíró. De nem 14 éves gyerekeknek. Uh -huh. És uh, és ez a, ez a bátorság, hogy, hogy az olvasás szabadsága, és hogy az olvasat maga mindent visz, ez, ez meg kell, hogy maradjon, ugyanis nincs, az a mondat nem létezhet, hogy mit akart mondani a költő. Olyan mondat nincs. Mert ha van, akkor a vers az csak egy egyenlet. És van egy megoldás a végén, x egyenlő valamivel. Az egyenlette semmi baj nincsen, csak ez nem matematikai gondolkodás, mert akkor... Az a csalódott középiskolás kamasz, aki gyűlöl olvasni, és gyűlöl verset olvasni, joggal teszi fel a kérdést, miért nem azt mondta, amit gondolt? Mit kell nekem ezeket a rébuszokat megfejteni? Ezt egy értelmes mondat is le volna írni. Van. Én azt szoktam mondani a, a szomeliéknek, hogy nagyon vigyázatok már a, a nagyon veszélyes vizekre elvesztetek, mert bornál már előfordul az, hogy az ember, meg látok látom embereket, megszagolják, megkóstolják, láthatóan nem ízlik nekik, majd azt mondják, lehet, hogy ez finom, de én nem értek hozzá. Ugye ezt elérték, alig 20 év alatt 150 év irodalom oktatását fogták be, villám gyorsan, csak azért, hogy a, 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 a kérdést föltenni, beszélgetni szabadon egy szövegről, csak akkor lehet, ha mert, lehet azt mondani, hogy nem tudok hozzá utat találni. Ugye a, a, az még egy példaként zárásképpen csak annyit, hogy erről, hogy ugye ha egy mozi előtt megállsz, és jönnek ki a nézők, és megkérdezed, hogy tetszett -e a film, vagy nem, sosem mondják azt, hogy lehet, hogy jó film volt, de nem értek hozzá. Vagy tetszett, vagy nem. A filmmel még megmerik csinálni, valószínűleg azért, mert még nem oktatják, de majd, ha oktatják, akkor nem merik. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, ez egy kemény, ez egy kemény vers. Ez egy nagyon kemény vers, nagyon kiabrándultnak találom én is. Szerintem a házasságnak olyan dinamikáiról szól, amely dinamikákat nem szeret az ember meglátni, mert szeret hinni a saját házasságában, szeret hinni abban, hogy fölül tudunk emelkedni ezeken a haragokon, ezeken a, a kinyitom-bezárom helyzeteken. És nekem a túri téma a kötete azért tetszik hihetetlenül, mert egészen pici, hétköznapi problémákkal indul mindig. Val, valami, valami olyan működő, üzemelő dologról beszél, ami a háztartásban is ilyen. Hát lekezelendő. Ezzel elindul, és abból nyílik ki általában a szerelem természetéről, arról, hogy a vágy természetéről, arról, hogy a test hogyan változik, és megtanul-e még vágyni, úgy vágyik-e, mint 30 évesen, vagy már nem esetleg megkopnak azok az érintések. Szóval, hogy hogy, hogy elindul e felé, aztán mondjuk megpróbál, ez még a kötet, tehát ez nem a vers, Igen. és ennyi a, megpróbál a, egy ebben a változó világban anyaként, nőként úgy gondolkodni, hogy ö, látja, hogy mi változik, látja, hogy benne mi változik, de valami kevés érdeklik a feminista szólamok. Egy független nő, aki önmaga maga jogán beszél, de szeretné megtalálni magában a hagyományt is. És akkor ez a kettő dolgozik mm. ebben a sokszor kiábrándult, máskor kifejezetten nyugodt, lamentáló kötetben. Egy olyan. Tehát férfiaknál szokták ezt mondani, mert a nőknél elkezdenek tapintatoskodni, mert egy nő nem lett beérkezett, nem lett középkorú, mert semmi se lehet. Szóval, hogy van itt egy, egy édesanyja, akinek már cseperedik a gyereke, keresi a vallásban a helyét, keresi a gyereknevelésben a helyét, és és marha nehéz, na. Tehát, hogy az a helyzet, hogy hogy azok a hétköznapok, amikben mi élni vagyunk most kénytelenek, mind egzisztenciálisan, mind, mind a tempók, amiket nyomunk, ahogy, ahogy ez a Kelet-Európa működik, a kockázatainkkal, a stresszeinkkel egyáltalán, az mind ott van. Mm -hmm. És hogy is mondjam, ez nem mindig lírikus téma. És a, a, például, hogyha így arcon csap, és azt mondod, hogy én nem találom az utat, akkor lehet, hogy például ez az oka. Jó, nekem nem ez. Nagyon erős sorokat látok benne, és ezeket én nagyon értékelem is, és szeretem. Csak nekem egy picit olyan, mint, a, mint ezek az összetört szilánkok, amit a második verszakban is van, hogy nekem szanaszét töredezik, és emiatt én nehezebben tudok rajta a végsiklani, de lehet, hogy ezt én például úgy szeretném elolvasni, hogy ránézek egy sorra, is, vagy kettőre, és akkor azon, azon rágódok egy kicsit, de ez Erről nem... Van, szóval van két jó sorod belőle, már nyertél. Már nyert jó. Szóval nem lehet, hogy téged... Jó, ezt most ezen azért rugózok, mert ugye hoz egy verset, az a műsor címe, és általában kihívást szokott jelenteni a vendégeknek, egy verset hozni, és te ezt hoztad, tehát neked valamiféle kapcsolódásod van, és ahogy most beszéltél az előbb erről, én közben azon pörögtem, hogy az a fajta szemléletkeresés, identitáskeresés, szerepkeresés, ami itt a tímeánál ebben a kötetben benne van, ez olyan, mintha Hasonló lenne a tiét a te világodhoz. Nyilván én nem véletlenül találtam meg ezt a verset. Nincsenek, nincsenek véletlenek. Tehát nem véletlenül veszel egy könyvet, tudatalat nagyon is keresed a saját helyzeteidet, hogy lássad magad benne. És ugye én a Lányos Apa című új kötetemben nem csak a, a, a gyereknevelés gondjairól gondolkodtam, hanem a nevelődési helyzetekről, a szülővé válás helyzeteiről, a házasság próbáiról. A, a, arról, hogy hagyományokat hogy próbálsz meg a gyerekednek tanítani és közben erről a, a, a már pedzegetett megváltozott világról amelyben nagyon sok minden elindult, nagyon sok minden átalakulóban van Ö, nem látszik nagyon, hogy e, hogyan érkezik majd meg ide-kelet-európába ez a helyzet, mert ugye a, a megváltozott szülői szerepek nevezzük skandináv modellnek, de egyébként olyan mindegy, hogy honnan jön Ben az a elemi elvárás fogalmazódik meg a szülőnek önmagával szemben, tehát ez nem a külvilág, hogy az apa is jelen legyen a gyermeknevelésben, ezáltal erőviszonyok változnak meg, és egy családi helyzet ástruktúrálódik. Vagyis az apának nem csak az a dolga, hogy biztonságot teremtsen, hogy fegyelmet tartson, hogy, hogy ezt a ladikot egyenesen kormányozza, és a tekintével, mondjuk a kamaszkor nehézségeit is áthidalja, mint amit nevezzük az ezer éves mondjuk magyar paraszti modellnek, ahogyan ez működött, hanem, hanem, hanem itt másfél erőviszonyok vannak. Mindez történik egy olyan helyzetben, ahol ahol ehhez a, a, a szabadidő, az egzisztenciális háttér, a nyugalom nem adatott Hát ezt meg. akartam mondani, a jóléti társadalmakban könnyű skandináv modellről beszélni, akár a, a családmodellben, akár az oktatási rendszerben, stb., de hát azért rettenetes nyomor van. Hát itt, itt, itt egészen másképp működik, és e, ugye ebben a pillanatban mondhatnánk teljesen más ügyeket is, tehát mondhatnánk az élethosszígtartó tanulás, meg egyéb ilyen ügyeket, Gyönyörű. amit föl szoktak vetni, ehhez mind idő kell. Szabad idő. Szabad idő kell a továbbképzéshez, ahhoz, hogy, hogy ne fásulj el, ne ki. Ahhoz hobbi kellenek. Olyan társasági események, amelyekben ott lehetsz, és a, ahol a, az agyadat másképp működtetheted. Na most, tehát nagyon összetett kérdés ez, hogy akkor merre tartunk, és mi nem látom ennek a háttérnek a megteremtődését még most nem látom, és és ezért nagyon zavaros a helyzet. És én nyilván nem véletlenül hoztam ezt a verset, amiben a magány is megfogalmazódik. Ugye te is mondtad, hogy szigetek vannak benne még mondatszinten is. Tehát ilyen fragmentumokból Igen. áll az egész, elszigetelten. Lehet, hogy ez a forma azt is ki akarja fejezni, ami egyébként, ami amit szerintem nagyon sok szülő megél most, hogy ugye a gyereknevelés egy elszigetelt ügy lett. Magányosak a családok. A, Sokkal, de sokkal erősebben húsz évvel ezelőtt akár közösségi feladat volt a gyereknevelés. A közösségi feladatot nem akarom túlértelmezni, vagy túlragozni, de mondjuk el, úgy képzelem el, ha mondjuk vizuálisan szeretném ezt mondani, vagy metaforikusan, hogy volt egy felnőtt háló, uh -huh. amire leeshetett a gyerek. Tehát ha érted, ha itt a Váci úton, ahol most beszélgetünk egy gyerek szaladt az út felé, azt egy felnőtt tízből tízszer elkapta, és azt mondta, édes fiam, hát te mit csinálsz? Ne rohangálsz. Ne rohangálj, hát el fog csapni egy autó, miközben tízszer kevesebb autó volt, mint most. Remélem most is elkapják, de biztos már nem lehetek benne. Mert lehet pofán vágnak, hogy miért fogdosod a gyerekemet. É, így van, így van. Igen. Úgyhogy úgy, hogy, úgy hogy a, azt tudom mondani, hogy oda jutottunk, hogyha gyermek életveszélyes helyzetben van a játszótéren, nem biztos, hogy merek neki segíteni mert mit, mit, mert mit, fogtosom, mit, igen, mit csinálok. Úgyhogy úgy, én ezt nagyon nehezen élem meg, én nekem ez, én nekem ez a magány, ez, ez, különös ügy, és a másik, ami itt ugye, hogy a méreg, ami körülöttünk kering, ugye? Tehát, hogy ez, a, ez is előkerül a versbe. Nekem ez például, ez a méreg, ami körülöttünk kering, ez a közösségi médiumok hozta a világ. Hm. Az, hogy a tökéletesség álcája, ez a tökéletesség hajszolása e, úgy kapott minket derékba, hogy erre egyáltalán nem voltunk fölkészülve. A, olyan elemi dolgokból, amelyek korábban nem voltak versenyhelyzetben, versenyhelyzetet csinál, elég dolog volt így is már versenyhelyzetbe ahhoz, hogy például a gyereknevelés teljes egészét lehessen most már lóversenyként megélni és vágtatni, demonstrálni minden pillanatban, hogy a te gyereked okos szép, te is okos vagy, te is szép, ti mindig nyaraltok, ti mindig boldogok vagytok, mindig tudtok kacagni. Ezt látják. Ezt látják. Ugye. Nincs kérdésfeltevés, nincs hiba, nincs probléma, nincs szülés utáni depresszió, semmi ilyen nem létezik. Persze, a külvilág számára. Most Ezáltal annak a bátorságát is elveszik, hogy tanácsot merjek kérni. Hát ha tanácsot kérek, akkor gyönge vagyok, Igen, akkor, akkor hibáztam, már akkor vagyok. már nyomorult vagyok. És akkor ezt, ezt a... Ezt... De ez egy döntési helyzet, hogy te ebbe mennyire állsz bele, most már tök szép mozgalmak vannak, akik, amik azt mondják, hogy igen, szülőként ki kell mondani azt, hogy depressziós vagyok, nyomorultul érzem magam, én nem ezt álmodtam meg, amit élek, és persze imádom a gyereket, de már totál ki vagyok tőle, például tól kezdve, nem tudom, most itt ezt lehetne sorolni, tehát ezért látszódnak szerintem nyomok, és például, ahogy te is működsz, hiszen te is használod a közösségi médiát, és te is a saját ö, ö, harcaidat kvázi nyilvánosan tudod megélni, valószínűleg azért, mert nem csak neked fontos az, hanem akár egy ilyen szélesebb, ö, nem tudom, kulturális ö, misszió. Én igyekszem ezt mind, 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 e, e, egyfajta felelősségként fölfogni, hogy a, hogyha az, a, az ember hangja valahova eljut, akkor ez ennek, ennek legyen, legyen tartalma, és hogy honnan, hova beszél, azt értse. És, és nekem ehhez ugye, ehhez kaptam egy erős segítséget, hogy ez tisztába kerüljön egy rákbetegség formájában, és hogy a retorikán túl a szemléletem is helyre kerüljön, és akkor nekem volt önmagammal egy nagy küzdelmem. Ez a küzdelem arról szólt, hogy fölvállalom-e vagy nem. A, a nem fölvállalni serpenyőben ott volt a rádragad a bilog, örök életedre bélyeg lesz rajtad, állandóan ott lesz a háttérben. Igen, ez így van. Ez valóban, tehát megtörtént. Másfelől... Milyen bélyegre gondolsz? A, 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 arra, hogy akár én magam elébe megyek, tehát ezt most én hoztam föl, nem is kérdezted, a, csak a, 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 téma, ahol, amely felé tartottunk, mi szerint az őszintesség is mer az, ember, igen, igen, mert igen, az ember mélyre menni, hogy én ezt akkor tanultam meg, akkor kezdődött számomra ez a, ez, a, ez a retorikai pozíció, de hogy, de hogy a nyelv sok mindent tükröz, tehát Magyarországon a, ezen betegségen átesett embereket, ha meggyógyultak, gyógyult rákbetegnek nevezik. Vagyis a rákbeteg a jelzett szó. Igen. A gyógyút csak a jelző. jelző. Igen. Ami hát ö, 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 tökéletesen tükrözi a gondolkodást. Egyébként a nyelv mindig gyönyörűen árulkodik arról, hogy mi merre uh -huh. tartunk. Um, használódik is elerősen. Tehát nálunk például a, a magyar nyelv nem, a legfőbb kopása a jelen pillanatban szerintem az, hogy a szavaink nagyon nagy tömegben pejoratívak lesznek. Tehát szitokszóvá Egy válnak. Egy időre a, 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 mindenki És mindenki. igen, tehát mennek el, de ez csak most zárójás megjegyzés, amikor én legutóbb Erdélyben voltam, én nem a tájszavakat, meg a tájszólást ért, élveztem, elvégre több helyen van tájszólás, ráadásul a erdélyi magyar nyelvben a tájszavak jó része románból jön, tehát mm. hogy a román tájszavak, hanem hallgatva a nyelvet, ezt a, ezt a, tisztaságát a kopásmentességben értem, érted? Mm. Nem volt így megkopva. Tehát kiállt Helyen a, voltak szóval. konferenci, és azt mondta, most pedig egy műkedvelő néptáncegyüttes következik. Ha most képzeld el ezt itthon. Műkedvelő, mennyi ma a vőző, ne dilettáns hozzá engemet, A műkedvelő a legszebb eredeti jelentésében hobbi, szeretett csoport, akik itt jöttek, és a... na mindegy, vissza a, 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 a ebbe az őszintesség helyzetbe, és a, má, a, a serpenyő másik felében meg az volt, hogy hogy láttam a sorstársaim bujkálását, a saját bujkálásomat, láttam, a, láttam az önhibákat, láttam a, a, a öngyűlöletet, az a, a, a önhibáztatás végtelen tömegét, és akkor arra gondoltam, hogy ha mi magunk ebbe tevékenyen részt veszünk, bűnrészesként, önmagunkat vádolva, és senki sem mondja azt, hogy má pedig nem, akkor, a, 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 akkor azt úgy nem, nem lehet. És én azt látom, ezzel én nem voltam egyedül, tehát hogy ezzel, ezt egy olyan hatástörténetbe álltam bele, amelyben már ott állt a Kulka János, és sok mindenkit emlegethetnék még, hogy egyre nyilván én ezt akarom látni, mert ahonnan nézem a világot, így látszik, de én azt érzékelem, hogy egyre többen bátran beszélnek erről, hogy átélték, hogy túlélték, nem szégyellik már, elmondják, bemondják. Nem féltél egy pillanatra sem attól, mert nyilván ez egy döntési helyzet, ahogy te is mondtad, hogy ezt át kellett gondolnod, hogy egyrészt sokan vannak, akik azt mondják, hogy ne, engem te ne sajnálj. Nem féltél attól, hogy, hogy rád kerül egy olyan bélyeg, hogy most ezzel te haknizol, hogy, hogy te most sajnáltatni akarod magad, most ez egy jó apropó, hogy most téma legyél, stb. Mert nyilván van egy közönséged, nyilván egy nagyobb figyelmed van, hogy ezt a fajta döntést mi, mi tudta Szokták is mondani, tehát ezt rögtön az elején megkaptam, tehát ezt még, még alig, alig vallottam be, a második interjúban már ezt kérdezték, hogy nem gondolom el, hogy, hogy hogy ezzel házalok. Az, az nagyon édes Bocsát, hogy... lebaradtam. lebarattam. Gondoltam, gondoltam <laughs> le, hamarabb túl vagyunk rajta, tehát ez így is volt. Uh -huh. Én azért alapvetően, ha nem tágabb kontextusban beszélünk róla, már pedig most ugye alapvetően itt Jelen pillanatban a, a kirakatvilág és őszintesség kontextusban Igen. került ez elő. És én elmondtam, hogy belőlem ez honnan indul, akkor én ezt ritkán vállalok ilyen tematikus interjúkat. Tehát annak már nagyon indokoltnak kell lennie, mert azért azt el szoktam mondani én is a kollégáknak, hogy a, a ne haragudj, de erről már nagyon sokat beszéltem, hát. és nem nagyon tudok benne újat mondani. Elő fordulni, tehát most volt, a, volt az egyik portálon indult egy, egy olyan sorozat, a, egy podcast sorozat, ahol kifejezetten kifejezetten gyógyult emberek mesélnek a történeteikről, és mivel az egy olyan tematikus sorozat, ahol a, a tovább élés megkönnyítése, a, a, a visszaintegrálódás megkönnyítése a cél, én azt gondoltam, jó, legyen, ez még menjen, de, de minden alkalommal nyerni kell egy nagyot, hogyha neki gondolom kell futni. Gondolom, persze. Egyébként azt hallottam is. Én nem akartam idehozni hmm? ezt, csak azt, hogy az őszintesség Virágos. kérdése, ez lehetséges, hogy pont nem ez az eseménnyel kapcsolatban, hanem, hanem igazából egy popztárnak mindig meg kell gondolni, vagy mindig nehéz, vagy gondolom, hogy nehéz, hál' Istennek meg nem voltam popsztár, soha nehéz <laughs> átgondolni azt, hogy hogy mit és milyen formában fog elétárni a közönségének. És most ide kapcsolnék egy másik írásodat, ami nem olyan régen történt meg. A nőklapjában volt egy rovatod, amit most befejeztél, ez a lányos apa rovat. Így van. Aminek egy nagyon szép záró beszédet írtál meg. És sok ponton eh, kapcsolódik egyébként én hozzám is, majd műsoron kívül fogom elmondani, mert én nem vagyok popstar. <laughs> És eh, az ütötte meg a szememet a végén, hogy et, hogy azt írtad, hogy eh, ez magánügy. Volt egy ilyen félmondat. És akkor így megálltam, hogy na most akkor mi van? <laughs> Igen, a, ez nagyon érdekes, hogy hogy mi az, ami, mi az, ami befér, és mi az, ami nem fér be. Igen. Én ugyanis e, egy jó ideje már a radikális kitárulkozás és őszintesség retorikáját folytatom, és ez, ezzel működök, tehát hogy én a, ide lőjetek. Na, de, erről technikával. de egy családban a, a, nem csak én vagyok, és így aztán a, 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 a sorozatot is, a lányos azért hagytam abba, mert már nem tudtam azt az egyensúlyt tartani, hogy magamat jobban kiadom, mint a lányomat. Hanem ezek, ez az egyensúly kezdett elborulni, és ő, ő bele kezdett belecsúszni egy kéretlen múzsaságba, ami, a, amiről még ugye nem annyira tudott, de, de villám gyorsan átfordulhatott volna. Eh, ahogy egyébként az én nagyszerű kollégámnál, a, a Varó Dánielnél ez megtörtént, aki elődön volt ebben a rovatban, és az ő fiai elég indulatosan hazamentek, és megkérdezték édesapát, hogy apa, a többiek honnan tudnak arról a titkunkról, hogy? És onnan tudtak, hogy elolvasták a szülők a labba, elmondták a gyerekeknek, és ugye visszaért az óvodai csoportba uh -huh. az a helyzet. Kínos. Ugye az, akkor a Dani teljes joggal és okosan... A, abban a pillanatban megszüntette a rovatot, és én azt gondoltam, ennek elébe megyek, és és az ő ö, privát privátszféráját védeni fogom, és védem a fényképekkel, hogy nem mutathatom, pedig én is nagyon büszke vagyok, én is nagyon szívesen dicsekednék a gyerekemmel. Védem a, védem a történet szintjén, a, és a másik, ami, ami egy ilyen helyzet, hogy, hogy én nagyon nyílt vagyok az érzelmeimmel, de nem főtétlen a tényekkel. Tehát én, én a nagyon kitárókozó és őszinte vagyok, ami azt illeti, hogy ennek milyen érzelmi vetületei vannak. Ha az ember. És miért ne történhetne meg? Tényleg, mondjuk nehéz helyzetek vannak, akár egy gyereknevelésben, de akár egy házasságban is. Jó, kibőgöd magad a WC-ben, aztán fölállsz, kimész, mintha mi se történt volna, és megy az élet tovább. Ez nem csak nőkkel történhet meg. E, és és elindul, el, tehát hogy sok mindenről mesélhet az ember, de vannak bizonyos, hogy is mondjam, tényleg a tény szót tudom, itt elmond, ami olyan a civil szférának az ügyei. Már, hogy, hogy nem kell azokat ismertetni ahhoz, hogy radikálisan őszinte lehess. Tehát, hogy az nem, nem azok már, azok már a, akkor csúszunk át a sztori magazinba ami, ami nem, tehát, mert nem a nem föltétlenül a piti esemény a lényeg, hanem amit elindít benned. És én arról mesélek, amit elindít. És ö, azt próbálom meg földolgozni, vagy ha átélek ilyeneket, és más kezdeményezi, akkor az akkor tanulni. Tehát nekem, nagyon beszédes volt, mikor egy baráti házaspárt meglátogattunk, és a feleség mondta, hogy ő a kiborulás szélén van, a depresszió szélén. Ő ezt nem érti, hogy ebbe mi az öröm, itt beteszed, ott kijön, ami kijön büdös, ami beemkó -be, beteszed, visszaböfög. És ez így megy másfél hónapja, és neki elvették az életét, mondta. Kipanaszkodta magát, hát kicsit kísírta, meghallgattuk. Nyilván szoptatott, tehát olyan sokat nem lehetett, de egy félpoárból töltöttünk neki. Próbáltunk mi is egyben maradni, majd másnap felhívott minket, hogy képzeljétek, hogy ahogy ezt így elengedtem, ezt a, ezt, ezt a csomagot, ami tele volt haraggal, csalódottsággal, gyűlölettel, bementem. A gyerekhez is elmosolyodott. És jó, elkezdett jó gyerek. <laughs> az nem, természetesen ugyanúgy nem aludt. Persze, és többi, persze. De elmosolyodott. Aha. Történt valami apró csoda, érted, Aha. ami, ami, mert elengedted, látsz, látszik az arcodon, hogy nem vagy indulatos. Kévedő, hogy görcsös, Így van, a ne? hanghordozásod is teljesen és más. E... És, és megkapta a értékelését. ettől nem lett a, a világ radikálisan más, de egy pici csoda történt. <laughs> jó, oké, okay. értem. a és hát nem is baj, hogy volt esetleg egy ilyen varró, rossz példa az ember előtt, hogyha, hogyha hát, ilyen... Igen, hát ezekből lehet tanulni, és ezért gondoltam azt, hogy amikor hogy ott van egy határ, amin én azt mondom, hogy ez csak egyszerűen magánügy, nem, nem fontos, nem, nem, a, nem a, az a civil létemnek, mert van civil énem, hál' Istennek, és annak van... On, on. Vannak piti ügyei, amelyek nem, 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 nem lényegesek. Nem Sokal biztos, le... hogy van. Nem, nem, nem mindenkinek van. De neked sem biztos, hogy van. Civilé nem? Igyekszem uh -huh. őrizni, és igyekszem. Hát de ki jön? Ma, hogy érted? Hát ki jön egy fél mondatba, lehet, nem is tudsz róla. Már a civilség? Aha. Lehetséges. De vagy, akkor... a, vagy az, amit rejtegetni akarsz, vagy úgy gondolod, hogy ez már tényleg az én. De kiskertem. ha ki jön, aki jön akkor van? Na, Na, az... Akkor az nem baj. <gül> <gül> tehát őrzöm, igyekszem őrizni, Igyek. hogy legyen. Aha. Az szerintem kincs, tehát hogy va Persze. Vala... az se baj, ha valaki azonosul a társadalmi szerepével, elvégre ez nem csak művészekkel fordul elő, hanem gyógyszerészsel, pappal, pedagógussal. De jó, El... hogy ezt mondod, mert nekem ez egyik veszélyparipám egyébként. Hogy, 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 a, hogy, hogy azonos lesz azzal a szereppel, ami, a, ami, tehát a, amikor a villanykörtét cseréli ki, akkor is pedagógus. Tehát hogy van ilyen. Pár műsorral előbb pont ezt fejtegettem ki, hogy ez mennyire fontos, hogy valakinek meg, meg legyen az identitás. Nekem egyébként ez, kb. egy idősek vagyunk, ez mai napi gondot okoz, hogy hova tegyem magam, és hogy milyen attitűddel cserélek egy körtét, vagy vezetek, a, 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 tehát akkor én mi vagyok éppen, hogy Aha. költő, műsorvezető, vállalkozó, apa, gyerek, nem tudom, tehát hogy, hogy valamely, valamiben bele kell helyezkedni, és így irigy, irigyléssel figyeltem az olyan embereket, mint te is, akik, akiknek megvan az identitásuk, tudják, hogy micsodák, és ahhoz képest csinálnak mindent. <laughs> hát azért többféle, tehát azért ez egy töredezett identitás. A, és több-több szerepe van. A, az biztos, hogy meg kell, sok mindenem meg kell békülni, a, a, és aztán ha sikerül, és elfogadod, a, olyan, olyan visszajelzések jönnek, hogy az valami döbbenetes. Tehát, hogy, hogy, hogy nekem az egyik, például az otthonlétben az egyik legfontosabb dolog volt az, hogy ezt a várost, én az otthonomnak tudjam tekinteni egészen elemilyen, tehát, hogy uh -huh. ne foglalkozzak azzal, hogy hol vagyok, hanem legyek benne is kész, spontánul, mert szerintem az otthonlétnek az a legigazibb e, formája, amikor nem foglalkoz azzal, hogy ott vagy, ahol. Akkor ahhoz a, a, az előtte azt kellett elfogadni, hogy az alapvető habitusaimon úgyse fogok tudni változtatni, vagyis meg kell békélnem azzal, hogy én egy parasztgyerek gyerek vagyok, ami a világhoz való viszonyomat, a pénzhez, a, a, pihenéshez, az akármihez való viszonyomat, az örömhöz való viszonyomat illeti. Amikor ezt elfogadtam, abban a pillanatban, nem abban a pillanatban, de nagyon szép lassan, megláttam Budapest sokarcúságát. Megláttam azt, hogy milyen sok rétege van ennek a városnak, és mi az, hogy tehát mihez képest akarok én integrálódni valamihez, rengeteg arca van. Hát akkor én vagyok Budapest, tehát én is, az egyik arca én vagyok, uh -huh. már úgy értve, de most ez metaforikusan, Igen. természetesen, és akkor el, el tudtam engedni azt a görcsöt, hogy én most akkor vagyok valahol, vagy keresem a helyemet abban a helyben, ahol éppen vagyok. És az egyébként neked mit jelent tett ebben a pillanatban, amikor elfogadtad, hogy akkor én egy paraszgyerek vagyok, az a működésed, mit változtat, amellett, hogy oké, okay, más szemmel nézed a, a, a várost mondjuk, de a te alkotói működésedben tud ez bármit is? Ö, ott is, meg volt egy kis csalódás is benne, azért Na. azt te kellett fogadnom <laughs> például, hogy ugye ugye most ezt transgenerációs éveknek nevezik, vagy Igen, azt divatos. kell, divatosan, a, a, hogy, de valóban az a helyzet, hogy minimum két generációs vágy, a családban is megfogalmazott vágy nálunk, eh, eh, amit én is nyilván igyekeztem beteljesíteni, de az sem biztos, hogy ezt az egészet én akartam. Valamilyen módon a kultúrával való szorosabb viszony. A, 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 az én nagymamám, aki négy elemit végzett, egész életében írt titokban. Érted? A saját családjáról is titkolta, de folyamatosan alkotott, dolgozott, regényt írt, önéletírást, verseket. Tehát az írott szóval való intimitása az valami egészen mély volt, és hát egész gyerekkoromban náluk ott nőttem föl, hallgattam tőle, hogy amikor ő vasárnap bement Makóra, a, és látok a Korzóra, akkor ő áll, megállt a gimnázium előtt, és hát irigykedett, meg bámult, hogy de jó nekik, hogy ők tanulhatnak. Jaj, de jó. Ugye ez, És akkor a, jön az apám, aki húsz évig nem mondja föl, hogy ő színész lesz, és 20 éven át küzd a kor tehetség kutatóiban igyekszik föltűnni, azt akkor szavaló versenyeknek hívták, e, rengeteget nem adja föl, még az én gyerekkoromban is végig azon próbálkozik, hogy ez meginduljon, és aztán visszatérve ehhez a belátáshoz, hogy akár mit csinálok, én egy parasz gyerek vagyok, ebből a szempontból volt csalódás, érted? Tehát, hogy akkor én az, vagy volt egy csalódás érzés, uh -huh. hogy persze, bizonyos dolgokat beteljesítettem, de nem tudtam az egészet beteljesíteni. Tehát, hogy mondjuk egy budapesti polgár és értelmiségi létet csak az adott korlátaival tudok megugrani, egy első generációs korláttal, aminek lehet, hogy csak a saját magam szabok, meg a kereteit, lehet, hogy a saját frusztrációim a keretei, de azok ott vannak. Kényelmetlenül érzed magad egy, egy több generációs budapesti értelmiségi belvárosi nem tudom milyen közegben, ahol csak építészek, jogászok, ügyvédek és orvosok. Nem, hál' Istennek nem, Na, már nem. Akkor... Tehát nem, El, elmények, hogy otthonosan mozgok ott, és minden rendben van. Nem állítom, hogy nincsenek fordulatok, amiket ne lek. Tehát ha tudod, ha valaki úgy nőtt föl, és azt én úgy olyan tényleg őszinte irítséggel, hogy a gyerekkora is megvolt. Másfelől mondjuk mit tudom én, amikor már a középiskolát választotta, akkor majd hogy világirodalomból rendben volt, tehát akkor az úgy... És esetleg a, a francia regényeket franciául, az angolokat meg angolul olvasta. Az angolra a tetején. Így van. És azokat ott tartották, hogy feldobva az angolára és egyébként meg zongorázni is tud. Akkor úgy néha... Kihullik a kassa a kezem. <gül> Valami, <gül> e, Valami e, vágyat érzek. Tehát, hogy egy ilyen, mert az irítséget már engedtem, és nagyon szeretek tanulni, uh -huh. és hál' Istennek ez, a, ez, a, ez nem múlt el bennem, nem, nem szégyellek rákérdezni, nem tartom kellemetlennek, ha meg kell magyarázni, és hál' Istennek most már azért, így 47 múltam, olyan barátaim maradtak, vagy azok maradtak, a közeli barátok különösen, a, akikben ott van ez a, a pedagógus szemlélet is. Tehát hogyha mm -hmm. mondjuk ők ebből a szempontból, akkor nagyon szívesen e, gördül tovább a beszélgetés, úgyhogy, hogy hát ja, mit tudod, az... És ezeket én nem gondolom kellemetlennek. Alapvetően a nyelvről való tudás az nekem is itt csiszolódott az ujjamba, 25-30 év van a hátam mögött, sok könyv van a hátam mögött, sokat olvasok, sokat tanultam, de, de az alapok, azok az alapok, amelyeket akkor kellett volna gyerekkorban elsajátítani, azok nincsenek meg, és ha ezt elkezdem játszani, hogy megvannak, akkor önmagamat mérgezem. Az világos. És uh... <hül> olyan fajta vágyat éreztél, amikor ezt rendben raktad magadban, hogy viszont akkor nekem most itt van a lehetőségem, hiszen itt van egy új generáció a kisnányom képében, itt élek Budapesten, értelmiségi körben vagyok, hogy akkor lehet, hogy ő lesz majd az... Hogyne. Hát hogy hát ő teljesíti be majd akkor ezt a három generációs vágyat. Na, itt kell nagyon figyelni, mert mi van, ha ő ezt nem akarja? É. Mi van, ha ő ezt egyáltalán nem akarja, és, és azt, hogy én ezt elvárásként tudat is megfogalmazom, azzal őt presszionálom, azzal őt valamilyen módon olyan terepre rököm, ahol mondjuk nem érzi magát otthon, de be kell teljesíteni három generáció vágyát, és akkor... Te... Igen, hát ez nagyon kockázatos. A kockára. Soma Mama Gésa volt itt nem tudom, fél évvel ezelőtt, és ő idézett valakit, akit most nem tudok megnevezni sajnos, de hogy, hogy mi vagyunk minden ősünk reménye, vagy valami ilyesmi volt, ami totál ugye ugyanez a, a gondolat. A én lányos apának érzem magam, és nem szeretem a focit. Na. Tehát én gyűlölem a focit, lehet, hogy azért, mert az apám futballista volt, és őt sem szerettem különösképpen, és akkor, hogy az ember hogy érje el azt, hogy a gyerek ne szeresse a focit. Hogyha, ha állandóan azt mondom neki, hogy már pedig mi nem focizunk, mert az, az nem tudom, kiknek a sportja, akkor előbb utóbb bejön abba a korba, hogy ő ellenkezni akar Persze, a szülőkkel, és, és akkor már csak azért. De hát akkor tulajdonképpen focizni kéne vele. Na, csak ez oda kapcsolódik, amiről te is beszéltél, hogy mennyire kell vigyázni arra, hogy merre és hogyan terelje az ember. Hát igen. Én a abban maradtam magammal, hogy megpróbálom ezt a lehető legerősebben kordába tartani, ezt a vágyamat, hogy ő akkor mondjuk ezt beteljesítse, és legyen polgár, értelmiségi, és most éppen otthon voltunk édesanyáméknál a hétvégén, hosszú hétvégén, és a, amikor felébredt délután, a délutáni alvásból, vagy a korai délutáni alvásból, akkor mindig van egy ilyen lustizós időszak. És akkor bebújtam mellé, beszélgettünk. Egészen a közel múltig, már két és fél éve folyamatosan állatorvos akart lenni, tehát tökéletesen illett volna a képbe, ugyan nem humán értelműségi, de csodálatos választás, minden szempontból stimmel akkor a vágy volt benne, hogy hospitálni jártunk állatkórházakban, meg állatorvosi rendelőkbe, mert addig könyörögtem, míg beengedtek minket, mert annyira érdekelte, hogy hogy zajlik. Na most az utóbbi időben meg azt kezdtem mondani, hogy ő háztartásbeli szeretne lenni. Ami hát nem a konkrétan ennek a megfogalmazása. A háztartásbeli szót azt mostanában tanultam meg, ő fogalmazta meg, hogy, hogy ő tíz gyereket szeretne, és a tíz gyerek az olyan sok munka, hogy ő neki nem lesz ideje másra, hogy akkor ő gyereket fog nevelni, és hogy hol talál olyan férjet, akihez ehhez partner. Mondtam, hogy hát át, ezt fogalmam sincsen. Úgyhogy folyamatosan fogadott bennünket az anyjával, hogy mi hogy hogyan, hogyan találkoztunk, hogy kell ezt csinálni. Mondtam, hogy ráérsz még, hát négy évesen, talán ez még korai. De a, amit esélyrendő vagyok, hogy akkor odabújtam mellé, és rám néz, megsimogatta az arcát. Jaj, apa, milyen sok unokád lesz? Édes. Nagyon édes vagy, kislányom. Ez a legnagyobb baj, tehát állunk elébe, ha te úgy döntesz, hogy nagy családot szeretnél, és támogatás, a legmesszebb menőkig, és akkor, ha te ezt az életformát választod, akkor mi a legbüszkébbek leszünk rád, és ott leszünk. Tehát ha megtréfál így a sors, Aha. akkor ez egy nagyon szép tréfa lesz. Remélem az ősök, akik reménykednek folyamatosan, azok is megbékélnek majd azzal, hogy hát nem. Lehet, hogy a tíz gyerekből. És, és akkor majd ki tudja, hogy. Így, ugye... így van, lehet, hogy ugrik egy, egy ilyen, ilyen ez, a, ez, a, ez a vágy, ez ugrik egy generációt. és Jó, a másik az, hogy azért azt se felejtsük el, hogy akinek popsztár a Na, most, ezt nem pejoratívan használom már a beszélgetésünk óta, csak Igen, én egy író vagyok különben, ezt mondjuk el a hallgatóknak. Bet, azért bet, a... De szerintem az összes hallgató tudja. Jó, akkor átváltok alkotóra. Tehát akinek alkotó a, a, a valamelyik szülője, akkor az előbb-utóbb megérkezik valamilyen életkorba így a gyerek, gyerek életkorába, hogy ennek azért lehet súlya. Erre nincsen modellem, így aztán nem is tudok rá nagyon felvértezettem felkészülni, és próbálok figyelni arra, hogy, hogy olyan helyzetekben ne találja magát, ahol nekem szóló előnyökető a saját maga érdemeiként él meg, vagyis hogy ne gondolja azt, hogy nekem nem kell, vagy neki nem kell megdolgoznia az eredményeiért, hanem azok csak úgy járnak. Én azért, én most úgy látom, hogy egyelőre ezt viszonylag jól kezeljük, tehát, hogy, hogy ez egy működőképes ügy, és nem ö, 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 alakul másképpen. Hál' Istennek őt nem, tehát egyelőre még ilyet nem fogalmazott meg soha, hogy ő mondjuk írni szeretne, vagy énekelni szeretne. Az egyetlen dolog, ami ami érdekel, amit csinálok, az a korrektúrázás. Azt nagyon szereti, a hibák kiavítását. Mert egy nagyon precíz gyerek, Aha. és nagyon nem szereti, ha valami nincs. Szereti a színes ceruzát lehet. Hát, meg a... Meg a <laughs> me, és és, és ez, ismeri is ezt a szót, hogy korrektor, Aha. és hogy, a, 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 hogy ő korrektor, ha az egyáltalán valami a, a feleségem és a könyvszakmában dolgozik, tehát a magvető magvetőkiadónál, így aztán ebben a világban ő otthonosan mozog, de mondjuk maximum a korrektor érte. Ja, valahonnan el kell indulni. Ült itt a, ebben a székben a Kemény Zsófi és az Ávada Peti is, akik beszámoltak az ősök általi sújtásról, hát az... tehát hogy, hogy azért, hogy Próbáljanak meg úgy mégis a nyomdokaikba lépni, hogy ne legyen büdös senkinek az, hogy ők most milyen. Két olyan jó példát mondasz egyébként, ahol szerintem ők elérték azt viszonylag gyorsan, hogy alanyi jogon, alanyi jog, a, van, a a saját jogukon használhatják a nevüket, és mármint a, a, már a vezetéknevüket nevüket is, és ők például nem is változtatták meg ezért, tehát hogy ők nyilván ezt használják, és most már minden gond nélkül, ha az egy irodalmi diskurzusban elhangzik, hogy hát és az ávada, akkor kell, melyik. Aha, Ugye, igen, tehát, igen, hogy igen, a, 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 a dolog így működik, hát ez biztos, ez egy másfajta küzdelem, hát hogyha mégis ő elcsábul és valamilyen módon alkotásra adja a fejét, és az mondjuk nem valami messzi ügy tőlem, mondjuk mint a képzőművészet vagy ilyesmi, ami ez alapvetően befogadóként van közöm csak, a, a, akkor, akkor ez egy szép nagy csata lesz neki is, mert azt nem lehet megúszni. Tehát, hogy abban, abban biztos vagyok, hogy azt nem lehet megúszni. E, e, nem. Tud, tehát, hogy Ilyen fajta csatái, meg keresztje mindenkinek van. Tehát akárhonnan jön, ha a Csepeli lakótelepről igyekszik beküzdeni magát, ha borsodból igyekszik valamilyen módon föltörekedni, akkor másfajta küzdelmek. Általában azért méltatlan ez a fajta küzdelem, vagy azért nehéz, mert ezt senki se is hihé, hogy ez nehéz. Tehát, hogy ezt mindenki megmosolyogja, uh -huh. és azt mondja, hogy ugyan már. Valójában meg lehetőségekhez jutottál meg, tudáshoz jutottál meg, mit tudom én, micsoda. És az, hogy, hogy ebben mennyi pofon van mögötte, azt általában nem veszik komolyan senki. De semmit. egyébként pont a Kemény Zsófi volt az, hogy, vagy mondta azt, hogy Azért az az előnye meg volt annak, hogy tudta, hogy, <kül> Milyen pályázatokat kell nézni, milyen irányokba érdemes beadni munkákat, stb. Tehát, hogy ez az, amit mondjuk így ember nem tud, mert én se, hogyha hogy, erre adja a fejét. Akkor... Hogyne, Hogyne, Hát a, 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 én, a, én is az ő konyhájukban szocializálódtam, tehát hogy a, a, én is onnan tudtam meg ezeket. A, ott vol, működött ott egy irodalmi szalon, és oda hála Istennek viszonylag hamar eljárt, a 18 éves koromtól eljártam. És, és nagyon sok mindent az nekem egy szabad egyetem volt a, a Kemény Istvánék szalonja ugye a Zsófi apukája az István szerintem a, az egyik legnagyobb élő magyar költő tehát egy élő klasszikus és, és az ott működő ilyen klasszikus irodalmi szalonnak mondanám az megtanított engem hogy hogyan kell olvasni. Tehát én ott lettem olvasóvá, uh -huh. és az mindennek az alapja volt. A, a, Úgyhogy nagyon szép emlékeim vannak róla. Reggelente, amikor felébredtem, a kemény lányok ugráltak át a ez már sok éve volt. Oké. Okay. E, hát lassan a végéhez közeledünk azért a beszélgetésnek, meg elég zsúfoltan lesz, meg kell, hogy mondjam, hogy. Hát igen. Ne, ne, nehezen hoztuk össze ezt is. Na, de nem ezt akartam mondani, hanem hogy arról már volt szó, hogy a te gyermeked és annak a generációjához hozzányúlni, hozzászólni, mikor abba hagyni, mikor lépni hátra, stb. De van fölötted is egy generáció, és itt most jelesül az édesapádra gondolok, akivel szintén küzdelmed van, és ha jól tudom, akkor, akkor egy könyvformájában is folytatod ezt a küzdelmet, hogy mennyiben hasonló és mennyiben más a két generációhoz hozzányúlni. Hát ugye nagyon más problémák eleve. Hát emlegettél kifejezetten őszinte mondatokat, mondtad, hogy nem szoktál ilyeneket, és nagyon megrázó őszinte mondatokat mondtál a foci ürügyén, az ügyben, hogy hogy már most hogyan készülsz arra, hogy te nem az utolsó szem vagy a láncban, hanem tartó szem, és ehhez képest az előző szemek hogyan tartottak téged és az édesapád. Én egy, hát egy bő 15 év belső küzdelme, megbocsátásra való vágya, feldolgozási küzdelme előzte meg azt, hogy elkezdjek tudni írni róla. A, a, a mellettem elfér című családregényemben ő diszkréten elkerültem, gyerekként tűnik elő az a modell, vagy az a figura, akit róla mintáztam, és, és továbban nem működik. Sok minden kellett, hogy meginduljon. Azt reméltem egyébként, hogy magamnak lőttem be egy határidőt, ami egyáltalán nem a kiadói határidő volt, csak nekem egy privát határidő, azt szerettem volna, hogy befejezem a halálának a 20. évfordulója előtt, egy ilyen nulladik verzióba, tehát végig írom, mondjuk így. Sajnos nem sikerült, mert most sincs készen, és már 20-on már túl vagyunk két hete, úgyhogy az nem jött be, de az csak nekem, nekem fontos. Oda is, itt is kellett valami, ami engem elindította az ügyben. Kellett a megbocsátásnak a fokozata, de abban állandóan visszaestem. Tehát egészen jól álltam a feldolgozásban, kértem szakember segítségét, nem szégyen kérni, miért ne? Igyekeztem ebben, de állandóan visszaestem. És akkor ott is kellett valami, ami elindítja, és kínomba azt csináltam, és úgy így indult a regény, hogy kínomba azt csináltam, hogy megkértem egy szakembert, hogy csinálj meg a családfámat. Ez most egy nagy ipar egyébként, kifejezetten Igen. igyekeznek az emberek a múltjukkal valamit kezdeni. Nyilván keretes lesz ennek a beszélgetésnek a szerkezete, azért, mert mindenki bajlódik az identitásával, és segítséget remél ettől. Nagyon érdekes volt, mert a szakember, akit találtam, meg akivel összehozott a sors, egy idő után elkezdett arról beszélni nekem, hogy őt mennyire megviseli az, hogy ezt valójában semmire se használják. Kisenyítják, hogy ő neki elképesztő sok munkája van ebben, Valójában meg kinyitják, ránéznek az Excel táblára, ott vannak nevek, meg számok, uh -huh. meg irányok, nézegetik három percig, jaj de szép, jaj de szép, megnézik a legrégebbit, annak elolvassák a nevét, majd becsukják. Hogy ahhoz tartozik rengeteg dokumentáció, rengeteg fotó, rengeteg, csomó minden, amit ő fölkutat, és hogy mi miket lehetne abból olvasni, azt teljesen kihagyják. Aha. És egy idő után a kezed zavarni, hogy mit beszélgetünk ennyit, tehát nem kell, egy, csinálja meg és kész, de egy idő után fölhozta, hogy, hogy ha megtaníthat engem arra, hogy hogyan kell ebben közlekedni és olvasni, és hogyan kell a dokumentumokat hozzácsatolva kezelni az egészet, akkor ingyen megcsinálja. Ne. Képzel, de az, hogy ingyen megcsinálja, csak hagy, hagy, tanítsa meg. Ez egy, erre szánjak rá egy napot, mert ez hosszú lesz, higgyem el, de érdemes megtanulni. Hát azért tudod, minden alkalommal ilyenkor egy bizalom kell, meg hát azért én tényleg hajtok, mint az őrült, meg igyekszem minél többet a gyerekemmel lenni, tehát nehéz. De csak fordult az oldalamat, és akkor egyszer csak meg megkérdeztem, hogy na hát akkor mondja meg, hogy hova menjek, és akkor azt mondja nekem, ugye az internet világában ez simán előfordul, mert hát nem tudtam én, hogy, hogy mondjuk Makón van. Makón. <gül> Még <gül> ah, jobb. <laughs> nagyszerű, mondom. <laughs> e, a Makó most a keretes szerkezet, mert a, nagymamámat is emlegettem, ugye, hogy odajárt oda járt be, meg egyébként a túri tíme a is Makói, onnan származik, és hogy elmentem Makóra, egy vadidegen ember házába be, ott már sült a rácpont ebédre, hogy, mert azt mondta, hosszú lesz tényleg, hogy ebéden is ott fogok, nyugodjak meg. És amikor kijöttem, akkor tudtam, hogy hogy fogom megírni. De jó. Egy nap potrá kellett szállni, késő délután kijöttem, és akkor ma ott volt a fejemben az a történés, a, amivel indul a regény, és a, a, ami, amire már láttam, hogy hogyan ível át az éppen négy, generáción, négy generáció férfiain, ez konkrétan a honvédség és a katonaság története. Aha. És láttam magam, ahogy apám átveszi az én behívó parancsomat, noha kérlelem, hogy ne vegye át. És így indulunk. És ez. Hát ez csodálatos. Repesve várjuk majd egyszer. Bízom benne, hogy azért ha az <síns> évforduló nem is sikerül, de be fogom tudni fejezni. <síns> a 25-re már lehet, hogy ki lesz a <síns> 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 Oké, okay, tényleg most már csak lezárásként, mert itt a végén szoktunk ilyen program ajánlót is csinálni. Láttam, hogy lesz valami stand up vagy azon már túl vagy? Most lesz november 11-én a második előadás. Na, akkor ezt most beharangoztuk. Nagyon köszönöm, az Egy Életem című stand-up, ami nem stand-up comedy, hanem az a fajta stand-up, amikor uh, radikálisan őszintén, ahogy itt is, meg ahogy egy mesél egy valaki az életéről, amely élet egyszerre volt telebuktatóval, kínos ügyekkel, önirónikus helyzetekkel, úgyhogy egyszer ilyen sírós, mosolygós, nevetős, emelkedett teste, ez a monkutban november 11. Na, ez volt a program Itt Közben, amiről megint eszembe volt, jutott 48 kérdés, de ezzel most már nem foglak <laughs> tovább fárasztani. Nagyon szépen köszönöm, tök jó keretes ezzel a makóval így, így bezárult a, a, a Turi tímját különösen köszönöm, meg azt a sok gondolatot, amit elindított ez a vers hogy ez is egy jó beszélgetés Köszönöm lesz. szépen. Én köszönöm szépen. Ez volt a Hozzá egy verset, Rimportré magazin. Köszönöm a figyelmeteket, tehát péntek este 9-től vágott verzióban a Rádió Kaffén, 10 pedig már a Youtube-on és a Spotify-on vágatlanul tudjátok nézni, illetve hallgatni. Egy hét múlva irat találkozunk. Sziasztok!